Már mind a 12 szavazóközpont csomagját összekészítették a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságán, ugyanis május 20-án sor kerül a kamarai tagok megválasztására. Az a tétje, hogy mekkora felhatalmazást fog kapni az Agrárkamara az elkövetkezendő 5 évre, hogy milyen erőteljesen fogja tudni képviselni a tagjainak az érdekeit. Az eddigi időszakban is, tehát az előző 5 évben is azért értünk el jelentős eredményeket. A megyében Bátaszéken, Bonyhádon, Dombóváron, Dunaföldváron, Gyönkön, Nagydorogon, Pakson, Simontornyán, Szekszárdon, Tamásiban, Tolnán és Zombán adhatják le a tagok a voksaikat. A megyében több mint 11.300 kamarai tagunk van, és szavazni reggel, május 20-án reggel 6 órától este 19 óráig lehet 12 helyszínen, erről kaptak tájékoztatást, a választásra jogosultak. A kamarai küldötteket 5 évente választják újra, ez Tolna megye esetében 70 fős küldöttgyűlést jelent. Ez a csoport választja meg később a kamara Tolna megyei tisztségviselőit, az országos küldötteket és a bizottságok tagjait is. Még rengeteg feladat áll előttünk, és az egyik az, ami szerintem a legfontosabb, hogy Brüsszelben is meg kell védjük a magyar gazdáknak az érdekeit a túlzó környezetvédelmi előírásokkal szemben, és ezért kell, hogy minél több kamarai tag részt vegyen ezen a választáson, és minél nagyobb felhatalmazást kapjon a kamara további munkájához. Szavazni tehát május 20-án pénteken a megye 12 pontján lehet reggel 6 órától este 19 óráig.